érkezik az utolsó eleme ennek a majd 3,5 méter hosszú maketnek. Aprólékos és több mint 4 hónapos munkát követően készült el az alkotás a salgótarjáni Pócsa Sándornak köszönhetően. Az egykori, a helyi bányászatban fontos szerepet betöltő völgyhidat elevenítette meg az alkotó már második alkalommal. Németországban dolgoztam, és 2013-ban ismerkedtem meg az internettel, a laptop használattal, és akkor böngészés közben ráakadtam egy fotóra, ami a Somlyói völgyhidat ábrázolta, és olyan elvemi elővel hatott rám, hogy egyszerűen beleszerelmesedtem. Egyet készítettem, ami közel 2 évig a Bánya Múzeumban volt. Az egy 4,5 méter hosszúságú, 1,45 és léptékben készült. Ez a mostani, ez kisebb, de ez olyan kivitelű, ami ennek valójában készítették. Mert eredeti rajzokról csináltam, és itt már mindent megpróbáltam az eredeti formákkal, fazonokkal, arányokkal elkészíteni. Ez egy a 60-ba készült, ez 3 méter 40 centi hosszúságú fából készült, a domborzat az hungarocel, egy különleges technikával, amit a sógornőm követett el, a sinekhöz, a kötelekhöz, a korlátokhoz pedig hegesztő húzalt használtam. Tehát gyakorlatilag ragasztó van, szög nincs benne, csak fém, csak annyi, amennyi a csillékanyaga, mert azok alumíniumban vannak, csak megfestettem őket. Ez 4 hónap kemény munkám, különösen az első másfél-kettő, akkor napi 8-10 órát volt, amikor már 3-4 órakor hajnalban a garázsban voltam, és úgy készült most az utóbbi időben, már ugye kevesebb munka volt vele, de ez volt az aprólékosabb, saját örömömre, szórakozásomra, ha már másé nem is, ezért mindenféleképpen megérte. Ezek már az utolsó simítások. Lassacskán minden készen áll arra, hogy pontban 2 órakor a nagyközönségnek is bemutathassák az alkotó legújabb makettjét. Ezt sikerült megalkotnom kemény munkával 4 hónap alatt. Sokan ellátogattak a bemutatóra. A Völgyhíd barátainak köre mellett a járókelőket is megállásra késztette az alkotás, ami Salgótarján múltjának egyik fontos részére, a bányászatra is emlékezik. Az iparosodás a szénbányáknak a megindulásával, a széntermeléssel alakult ki végül Salgótarjánban. Hát olyan helyen nyitottak bányát, ahol a terepviszonyok megkövetelték az agyvarakozóra való szállítást, hogy völgyeket kelljen áthidalni. Erre készült a Völgyhíd, illetve volt 3 domb, hegy, amit meg át kellett fúrni. Tehát ennek különlegessége még az, hogy a Völgyhíd csatlakozott egy több mint 1 kilométer hosszúságú alagúthoz. Majd egy 40 méteres, szintén egy kisebb szakaszú hídvel, egy 640 méteres, és a végén egy 214 méteres darab volt a föld alatt alagútként, amik mai napig megvannak, csak a végeik be vannak robbantva. Július 15-én egy fél napig volt látható a Völgyhíd makett a múzeum téren. Végső helyét még nem találták meg, az alkotó egyelőre országjáró körutat tervez. El akarok menni vele vidéki nagyvárosok megyeszékhelyekre, egy kicsit korteskedni, mert ugye én voltam több alkalommal múzeum majálisán, meg múzeumok éjszakáján, és 2 évvel ezelőtt, mikor egy kiállításon meginvitáltak és elvittem egy részletet a makettből, nem ezekből, hanem egy kisebb darabból, óriási sikere volt Budapesten a Nemzeti Múzeumban. És mindenütt biztattak, mondjuk azt itt is helyben is megteszik, de segítséget igazán nem igen kapok. Most ezzel tömegeket szeretnék magam mellé állítani itthon és vidéken egyaránt. A támogatók kutatása nem véletlen. Pócsa Sándor nagy álma, hogy egyszer az eredeti Völgyhíd még meglévő részeit is feltárhassa.